Sziasztok, én Baluka vagyok, és bizony, mint ugyan a címből is láthattátok, srácok, elérkeztünk ez a következő Scrapmanikos videóhoz, amiben nem más fogok nektek bemutatni, mint a nézőim leges-leges legkirályabb építményeit. Pár videóval ezelőtt kértem tőletek, hogy e-mailben küldjetek el nekem a leges-legmenőbb építményeiteket, és bevallom az őszintét, rengeteget kaptam. Több mint 150 különböző fiókról érkeztek alkotások, és ugye persze egy ember nem csak egyet csatolt, viszont kiválasztottam a leges-leges legjobbakat, és arra gondoltam, hogy most ezeket mutatnám be nektek. Egyébként, hogyha tetszik nektek a videó, és szeretnétek esetleg belőle folytatást, akkor kérlek dobjatok egy hatalmas lájkot, és ezzel jelezzétek nekem, hogy jöjjön a folytatás. Azt mondom, hogy legyen mondjuk 5000 like. Rég mondtam ilyet, legyen 5000 like, és jön a folytatás. És fontos leszögezni, hogy ide tényleg csak a leges-legjobbak kerültek be, úgyhogy hát szigorúnak kell lenni, és csak a leges-leges legjobbat keressük. A legjobbat a legjobbak közül. Van nekünk egy olyan, hogy Y szárny. VHD-s az irányítás, illetve ez a valami bizony eléggé nagy. Kívülről azért elég komoly dizájn kapott, szóval lehetett volna simán egybeépíteni ugyanilyen maintenance-i blokkal, de nem. Ő felturbozta. És jól tette, hogy felturbozta. Hókőbe pattanni. Na csá. Ó, a lift az lehet rossz helyen lesz itt. Na nézzük! Egyes gombbal lecsukjuk a tetőt. A kettes gombbal elhúzzuk a lábakat. A hármassal az ágyút kapcsolgatjuk. Illetve a négyessel pedig szépen elemelkedünk a földtől. Szépen lassan, komótosan emelkedünk, viszont most letesztelem a VASD-t, és igen, és megy. Kicsit dől el, de igazából ugyanúgy a helikopterem is dől, szóval ez abszolút nem jelent problémát. Kár, hogy az ágyúját nem lehet üzemeltetni. Kinézetre max pontos, technikailag pedig elég jó. De még nem a legjobb! Még nem a legjobb! Keressük a best of the best of the best of the bestet. Kezdésnek ez tökéletes. Nagyon szép munka. Egyébként srácok, a videó végén a kártyáknál tudtok majd szavazni, hogy szerintetek melyik a leges-leges legmenőbb építmény. A következő építmény nem más, mint Lucy motorja, ami kinézetre szintúgy ott van. Összesen csak két gombot találunk benne, az egyik egy lámpa, a másik pedig egy dudda. Nagyon szépen, jó tempóba tudunk vele haladni, balra-jobbra tökéletesen tudunk vele kanyarodni, és el se dől, még jó is, hogy nem dől el. Illetve az index is tök szépen működik. Kíváncsi vagyok, hogy milyen rendszerrel rendelkezik ez, hát igen, valahogyan így. Azért ez azért, azért, ez azért, azért, ez elég összetett. Ricsi különösen figyelte arra, hogy itt az egyes elemek rotation editorrel legyenek elforgatva, és hát igen. Kicsikét magától himbálódzik, de egyébként szerintem fullos. Hogy dolgozik benne a dugattyú, fullos. Hoppácska, hoppácska. Te hátrafele még jobban megyünk. Ricsi, ez a motor barom jó. Arra gondoltam, hogy repüljünk újra az égbe, ehhez pedig ezt az SU-27-es vadászgépet fogom használni. E-mailbe is megkaptam, de egyébként jól látom, hogy picit komplikáltnak tűnik az irányítás. Viszont, ahogyan látom, vannak neki bombái, nem is akármilyenek. És kinézetre is azért, mit nem mondjak, elég jól néz ki. Ó, szóval, hogy ó. Igen, ez így érdekes lesz. Az egyessel döntjük balra, a nullással valamit csinálunk. Megyünk hátrafele. Kettessel fölfele. Ó, oh. Hármassal. Hármassal visszadöntjük. Jaj, elindultunk. Ímare! Várjál, felszálltunk. Na, menj, nem mész. Ó, fölemelkedünk, és az ötössel adjuk neki a tempót. És most elég el tudjuk emelni a talajról. Hát, jaj! Jó, ne, ez így jó, ez így tökéletes, felszálltunk. A kerekek szépen automatikusan eltűntek. Picikét nehéz az irányítás, de egyébként meg lehet szokni, szóval egyébként abszolút meg lehet szokni. Ó! Oh. Bukodik! Ezt adom! Jaj! Jaj! LOL! Mi történt? Kikatapultáltunk az üléssel? Ennyi. Ha nagy baj van, akkor itt a pont. Már csak egy ilyen ejtőernyő kellett volna hozzá. Ezekre a bombákra vagyok én kíváncsi, hogy pontosan hogyan működnek, de ahogyan látom, igen. Nem tudom, mennyire szabadna bemutatnom ezeket a titkos technológiákat, de nagyon remélem, hogy aki elküldi, az azért benne van. Szóval ez padgánnal lövi ki gomnyomásra, azt hiszem kartondoboz lehet, igen, kartont, és ez pedig leereszkedik szépen, a rakéta pedig most elsüvít. Ezt meg kell nézni még egyszer. Felejtettem, hogy hogyan kell menni vele. Igen, szépen fölemelkedünk. Igen. 6-os, 7-es, 8-as, 9-es. Nem. De megpróbáltuk. Egyébként, bocsánat, hogyha nagyon álmos fejem van, de most keltem föl nemrég. De te, akkor melyikkel mennek ki az ágyú? Hát ezzel például igen. Ezzel kumpli ágyúval. Hát ez nagyon komoly. Cső! Ja! Szóval, hogy 9-essel, 8-essel tudjuk lőni, és a... nem, 9-es, 7-es. Igen, ez kicsit bonyolult tényleg, de nagyon-nagyon-nagyon szép munka, nagyon szép. És ezek mellett nagyon-nagyon nehéz dolgom lesz kiválasztani ezt a top 5-öt, amik közül szavazhattok. Ívare! A következő az a világ leges, leggyorsabb autója. Legalábbis a készítője azt mondta nekem. Pattanjunk be,
tökéletes, úgy nyílik, mint a DeLorean. Egyessel gondolom lecsukjuk az ajtót, igen, a kettessel beizzítjuk a motorokat, picikét elemelkedik a talajtól, de csak pont annyira, hogy aztán, amikor elindulunk, akkor ugye természetesen bekapcsolódnak a thrusterek, majd pedig a hármas gombbal gondolom adunk rá egy kis kakaót. De igen, valahogy a négy. Hasít, mit vadállat! Fát fogtunk! Kész helikopi! Lehetséges, hogy ez a világ leggyorsabb autója, srácok? Külsőre amilyen minimál, de egyébként nagyon jól néz ki. Szerintem így a Kurumárhoz tudnám hasonlítani. Két videót toltam már ebből a játékból, és egyébként szeretnék többet is, mert nekem nagyon tetszik. És ahogyan látom, ti is egészen kedvelitek. Szóval ez nem más, mint a Main Assembly. És valaki megépítette belőle a Main Assembly robotot. Nem vagyok benne biztos, hogy a gömböt itt in-game csináltad, viszont hogyha esetleg programot használtál hozzá, az sem vesz le az értékéből, mint tudjuk, hogy a hacker is programokat használ az építményeihez. És ahogyan látom, az arca meg lehet csinálva Logic Gate-eknek a villagásával, úgyhogy szerintem valahol be kéne kapcsolni. Ez nem tartott sokáig megtalálni. És... jaj. Na, nézzük, hogyan működik a rendszer. Hát nem olyan bonyolult, de szerintem nagyon látványos lesz. Ezek itt semmit nem kapcsolnak, akkor elvileg most be kell kapcsolnia lennie, kapcsolva lennie. Ez de aranyos, nagyon jó, ez egy nagyon-nagyon ötletes dolog volt. Tudod, mit lehetett volna még megcsinálni? Hogy a karakternek ugye alapból nem ilyen fixek a szemei, hanem így föllei pattog, meg mosolyog, meg ilyen. Tehát, ha esetleg azt meg tudtad volna csinálni, hogy meglegyen animálva az arca, az lett volna aztán a tuti. De így is nagyon aranyos. Képesztően menő, ott van kisfőn neki a sapka, a karjai, lábai, a fene se tudja, hogy mi ez, de nagyon-nagyon jól meg van csinálva. És ötletes, kreatív, nagyon ügyes vagy. Próbálkoztam én már vonatépítéssel, soha nem jártam sikerrel, valamiért vonatot azt nem nagyon tudok építeni. De itt van nekünk ez a metró, ami nagyon laggol. Elég szépen néz ki, de elég laggos is egyben. Hát srácok, nézzétek, metró! Laggos, de te metró. És amúgy menő, mert bekerült a legjobb építményekbe. A rendszer ügyileg, ahogyan látom, azért elég jót van, de én ezt nem tudom letesztelni. Hát itt annyi idő a földön, amennyi idő alatt én ezt le tudnám tesztelni. Valaki elküldött egy Mario Kartot nekem, és azt mondta, van benne valami meglepetés. Na, szóval nézzük meg, hogy mitől olyan meglepetéses ez Mario Kart. Nagyon szépen pörög, megy előre, úgyhogy ez egy hatékony és egy praktikus Mario Kart, sőt, ez egy kiegyensúlyozott Mario Kart. A legutóbbi Scrapmanikus élőadásomban, amit Twitchre toltam, én építettem egy Mario Kartot, méghozzá ezt, és ezzel egyébként megnyertem a futamot. Csekkoljátok le a VOD csatornát, Baluk Official néven megtaláljátok, illetve a Twitchem is ott van mind a kettő a leírásba, és ezzel a Mario Karttal igazán megnyertem a Mario Kart futamot, viszont amennyire praktikusnak bizonyult, elég lomha. De itt van nekünk a Mario Kart with Surprise. Ez még gyors is, szép. Na, nézzük, mi ez a surprise. Egyes gomb. Hoppá, kettes gomb. Hoppá, hármas gomb. Az csak egy ágyú. Muszáj mennem közben, mert magamra fogom robbantani. Ímare, nagyon jó. Gyerekek, ilyet kellett volna építenem a Mario Kart futamba. Jó, kicsit csalás lett volna, de azért elmegy. És az ötös gomb, az meglő. Ja, ez ügyes, kreatív. Itt kérlek, engedjétek meg, hogy közbevágjak egy kicsit, és hagyd mondjak nektek kettő fontos dolgot. Az egyik az az idei nyári pipültin táborral kapcsolatos, miszerint ugye most a kialakult helyzet kicsikét bonyolítja a szálakat, viszont úgy vagyunk vele, hogy szeretném megtartani idén is a tábort, és a már jól bevált 30 éves menetrend szerint most is legyen nyáron pipültin, úgyhogy a leírásba teszek egy linket, ahol megtalálhatjátok az összes létező témacsomagot, ami a táborhoz kapcsolódik. Mondok például olyat, hogy mozgókép és média, színház és színészet, tech és jövő, mozgás és ritmus, mindahogyan tudhatjátok. Tehát, nekem ez már a harmadik PT-s évem lesz, szóval azért belehasítottam már keményen. Olvasgattam a legújabb Instagram képem alatt a komment szekciót, és olyanokat írtatok, hogy az így... Szóval nyáron Talia PT-be. A másik dolog pedig az, hogyha meglesz az 5000 like ezen a videón, akkor a következő részben kicsit könnyítsétek már meg a dolgom. Arra jöttem rá, hogy rengetegen nem tudtok e-mailt írni. Nem a tárgyhoz kell írni az üzenetet, vagy pedig a linket oda kell bemásolni, és alá annyit írni, hogy cs, vagy azt. Hogyha e-mailt küldötök a képernyőn látható címre a leges legkirályabb építményeitekről, akkor kérlek, a tárgyhoz írjátok oda, hogy mi az az építmény, amiről beszélünk. Például motor. Ennyi. Aztán kattintsatok egyen lejjebb a szövegtörzshöz. Most ebben a videóban nem tanítalak meg titeket a helyes levélírás formájára, de annyi a lényeg, hogy mindenképpen írjátok le a neveteket, hogy mi az az építmény, amit elküldtök ide is, egy picikét bővebben. Küldjétek el a linket kattinthatóra, és nagyon szépen kérlek, hogy teszteljétek le, mert rengetegen küldtetek nekem rossz linket. Valószínűleg azért, mert Steam Workshopra feltöltöttétek, és nem állítottátok át nyilvánossá. Ti látjátok, ti megbírjátok nyitni, de mások nem. Ezt csekkoljátok le különböző eszközökről, ahol nem vagytok belépve. Hogyha pedig blueprintet
küldesz, akkor lehetőleg csatolj be hozzá kérlek egy képet, vagy pedig nagyon részletes leírást adj az építményről, és szerintem akkor így jó lesz. Mint ugyan láthatjátok a leírásban, Negiza 2004 készítette, és ezt bevezethetnénk. Ugye a készítő e-mailbe is leírja a nevét, viszont kérlek srácok, a következő körhöz a leíráshoz is tegyétek oda a neveteket. Mint például itt. Készítette Negiza. Mert így be tudom mondani a neveteket, így e-mailből átkonvertálva, mondom, 4 papír van ide kirakva elém, hát arra már semmi nem fért volna fő. Viszont, hogyha a következő adásokban odaírjátok a neveteket, akkor simán. Na szóval itt van nekünk Negizának az UFO-ja, ami azért jó néz ki kívülről. Egy picit minimalista, viszont ez a csík itt nagyon jól néz ki a közepén. Pattanjunk is be. Hát azért belül azért... Ezt akkor inkább tüntessük is el. És akkor nézzük. Egyessel tudunk valószínűleg emelkedni. Kettessel még jobban tudunk emelkedni. Ó, ez magától teljesen automatikusan, szenzorosan. Szuper. Szóval kettessel kapcsoljuk be a szintentartást, az egyessel kezdünk el emelkedni. A hármas gombbal szerintem lefele fogunk haladni. Igen, a négyessel pedig... No way. És előre, hátra, tökéletesen kanyarodik, jobbra, balra. Nagyon, ez nagyon tetszik. Fölül is villog, oldalt is villog. Megíze, kitettél magadból. Ez nagyon ügyes, nagyon ügyes. Elképesztően nehéz dolgom lesz, hogy kinek adjak kártyát. Ez nagyon, nagyon komolyakat építetek, srácok. Büszke vagyok rátok. Van egy olyan sejtésem, hogy újra visszaszállunk az égbe. Igaz, hogy kerekei nincsenek ennek a MIG-nek, viszont külsőre egészen jó néz ki. Külsőre az előző vadászgép nekem jobban tetszett, viszont azért ez is azért eléggé ott van, hogyha a rendszere is jól működik, akkor aztán meg főleg jó lesz. Úgy néz ki, hogy elég egyszerű lesz az irányítása. Forgunk egy kicsit, csak egy kicsit így jó. Na nézzük meg, akkor egyessel elindulunk előre, kettessel pedig fölemelkedünk. Ajja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 jj
A következő az a Star Warsból a Republic Cruiser, amit Hachabez készített, és úgy néz ki, hogy ez jól néz ki. Így, idő is kellett neki, mire lejön. Azért, ez nem semmi. Na, szerintem pattanjunk is be, ajtókat azokat zárjuk magunkra, hogy még véletlenül sem tudjunk kiszabadulni. Belülről nagyon fullos kis polcok, ágyak, van egy budi. Á, még gomb is van. Say what? Á, szóval, hogyha akarunk, akkor budizás közben is kiláthatunk, hogy mi történik kint. Valamerre erre lehet neki az irányító fülkéje. Te meg mi a kígyó vagy? Itt vagyunk lent. Szeretnénk menni a következő emeletre. Ráállunk erre a fekete lapra, és a szenzor fölemel minket, és itt vagyunk. Ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon ügyes. Van egy olyan sejtés, hogy most már tényleg itt vagyunk a vezérlőpanelbe. Kicsit bonyolult az irányítása, de megoldjuk. Az egyesre beindítjuk a motort, a nullással pedig felhúzzuk a lábakat. Kettes gombbal emelkedünk föl, míg a hármassal fordulunk balra, a négyessel döntünk, az ötössel az elejét döntjük, a hatossal talán lefele megyünk. Ennek az irányítását egyébként a repülőmhöz tudnám hasonlítani. Ezzel föl kell szállni vele. Baromira lomha, nagyon lomha, viszont nagyon jól néz ki. És megyünk előre, szépen, lassan, komótosan, de haladunk. Nincs annyi ujjam, amivel ezt lefoghatnám. Azért egy ilyen monstrum az égen jól néz ki. Tudjátok, mire hasonlít az eleje? Mint a kamionomra. Nem VHSD-s, viszont a gomboknak a segítségével tudunk fordulni. Jaj. Szép munka, Bence, szép munka. Igaz, hogy én mondjuk VHSD-s csináltam volna, és kicsit több thrustert tettem volna bele. Pedig azért, ahogyan látom, azért így is egészen sok van benne. De én még többet tettem volna. Persze, srácok, jogosan merülhet bennünk föl, hogy esetleg az egyes építményeket nem a nézőim készítették, hanem valahonnan külföldről leszették. Én próbálok azért mindegyiknek utána nézni, viszont ha esetleg valamit nem vennék észre, például itt van ez a Ford F-150. Ezt ketten ugyanazt beküldték. Szóval, hogy ez biztos, hogy nem egy ember készítette. Ezért be sem mutatom. Menő meg minden, de nem. Úgyhogy próbálok odafigyelni, hogy mi az, ami lopott, meg mi az, ami nem. Viszont nagyon-nagyon szépen megkérlek titeket, hogy ne akadjatok fönn ezen a komment szekcióban. A workshop tele van építményekkel, és lehet, hogy nem ismerek minden építményt. Most én rákereshetek, hogy valódi-e, vagy letöltött, de kérlek, ezt próbáljuk ki kiszűrni. Igyekszem elhinni, hogy a nézők készítették. Ez pedig nem más, mint egy dömper. Mi repült el? A dömper valamiért el akar repülni. Dömper, ne repüljön. Igen, azért elég termetes, szóval, hogy meg lehet érteni. És itt az elején kell fölmászni rá. Nagyon jó. És nagyon nagy. Na nézzük, mit tudunk. Egyessel csukjuk be az ajtót magunk után, a kettessel pedig ürítjük. Hatalmas. Picit húzza hátra, de hatalmas. Nagyon menő. Igaz, hogy thrusterek hajtják meg a dömpert, de elképesztően király. A kerekei, ahogy meg vannak csinálva,
hogy ilyen kis, a guminak ezek a kis szöszei, vagy nem tudom, azok a kis gumi csíkocskák, ahogy így mászik, mint egy ilyen lajhár. Hát ez egy atomállat. Nagyon menő, nagyon menő. Jaj, de megesszük a kis Mario kártos autómat, ne, ne, várjál, várjál. Szépen kerüljük ki, menj el mellette, jó? Értem én, hogy nagy vagy, meg minden, de menj már el mellette. Ott van egy zöld pötty, hát ettől eltekintünk. Most már ötletem sincsen, hogy hogyan állítom össze a top 5-ömet. Van nekünk egy cápakocsink, ami ugye a nevéből adódólag ez egy cápakocsi. Szóval, hogy úgy néz ki, mint egy cápa. Egy nagy, nagy kék cápa, amiben van egy kis kék cápa. Hol szállunk be? Ne, felfog. Na jó! Kész. Ki kellett belezni a cápát, mert enélkül nem tudtunk beszállni. Biztos volt neki valami lik, de na mindegy. Thrusterekkel van megoldva a kanyarodás, én ezen annyit javítanék, hogy beletenném a csapágyas kanyarodós rendszert. Amit nagyon-nagyon sokan kértetek, hogy mutassam nektek be, illetve azt is sokan mondtátok, hogy csináljak tutoriált. Ugye Zonda csinált tutoriált kezdőknek, és akkor én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálnék tutoriált középhaladóknak. Tehát, hogy már a kezdő fölött egy picivel, de azért még nem a legnagyobb magasabb szint. Cápaautó, tök ötletes, de én szétadtam volna, hogyha megevett volna. De az lenne is azért hatalmas lett. És bocsánat, a készítője BB200. Na, nézzük a Creeper harci kocsit, hogy néz ki. Hát atomállat! Kontrolleres motorháztető, pattanjunk be. Na szóval, kettes gombbal bekapcsoljuk a fényszóróját a Creepernek, a Creeper szemét. Kicsit nagy darab, viszont hogyha hatásos, akkor nem baj. Hármas gomba. Elkezdünk tüzölni a fodalat. A négyes gombbal. Ja, ki lehet mászni a tetőre? Ó, párna is van, hogyha esetleg aludni kívánnánk. Ó, jaj, 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 és innen lehet irányítani. Egyessel, hármassal, balra, jobbra fordítjuk az ajtót, és gondolom a kettessel kezdünk tüzelni. Hát aztán gyakorlatilag megölünk mindenki. És van egy ötös gomb nekünk hátra, ami pedig a kürt. Utolsó, full utolsó, abszolút utolsó. Negizának a Ford Fiesta-ja. Amiről elvileg azt kell tudni, hogy ez váltós. És elvileg azt kell róla tudni, hogy alapesetben valamennyivel megy, tehát hogy így megyünk előre. Majd hogyha átváltunk egyen följebb fokozatba, akkor gyorsabban fog menni. És igen, egyébként van benne valami. Kinézetre egyébként nagyon jó, tehát a kontrolleres megoldás ez nagyon szép. Én indexet tettem volna bele, de egyébként nagyon menő. Úgy érzem, hogy rendesen fölébredtem így a videó végére. Viszont az van, srácok, hogy most jön a nehéz része. Mert hogy el kell döntenem az összes építmény közül, hogy melyik az az öt, amit én kiküldök a versenyre. Ajjajjajjajjajjajj. Jaj, gyerekek! Hát ez komoly. Ehhez föl kell ülni. Rendesen. Na nézzük. Én mindenképpen adnék egyet Ricsi motorjának. Ricsi motorjára lehet szavazni a kártyáknál. Amiben szinte biztos vagyok még, hogy a dömper. Hát a dömper az valami elképesztően menő. Én azt nem értem, hogy a thruster miért van alapból bekapcsolva, mert ez mondjuk picit zavaró. De egyébként úgy vagyok vele, hogy ez a dömper fullos. Ez fullos. Hasfelmetsző Jack vagyok, mert muszáj vagyok ezeket a thrustereket kivenni. Érzékelhető a méretkülönbség. Megvan két kvóta. Mi legyen a harmadik? Amiben még szinte biztos vagyok, az a main assembly-s robotka. Ez nagyon tetsz. Három. Igaz, ez csak kettő, de ott a motor is. Valahol csak megettől dömpör. Én adok egyet a vadászgépnek. Sú, 27. Engessi vadászgépe. Fullos. Kap egy kvótát. Amennyire nehéz és értelmetlen az irányítása, még meg is fel is hívta a figyelmemet egyébként, hogy nem hiszem, hogy fog menni az irányítás, de azért kap egy kvótát, mert ezek a rakéták, ezek nagyon jók, meg úgy összességében jó, szép ez a szép munka azért. Nagyon-nagyon nehéz dolga van, komolyan mondom. Hát annyi jó építményt mutattam be ma nektek, de szerintem legyen az Y-Wing, mert ez azért menő. Nagyon nehéz dolgom volt, viszont úgy érzem, hogy sikerült megtalálnom azt a top 5 építményt, amit a nézői küldtek nekem az első részbe. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki beküldött, és kérlek, ne haragudjatok, nem tudok mindent bemutatni. Például nem tudtam mindent bemutatni azok közül, akik már így az első két körön tovább jutottak. Úgyhogy srácok, a kártyáknál tudtok szavazni. Vagy Ricsi motorjára, vagy Velo Shadow dömperjére, vagy Gábor Main Assembly robotára, ha éppen úgy vagytok, akkor Engessinek a vadászgépére, vagy pedig az Y-Wingre. Srácok, hatalmas köszönet még egyszer mindenkinek. Nagyon kíváncsi vagyok az eredményre, úgyhogy mindenképpen szavazatok a kártyáknál. És ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek következő részt ebből a sorozatból, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot, és 5000 kemény lájk után jön a következő rész. Úgyhogy webshop link és Instagram, a Twitch és a Watch csatorna link jelen van a leírásban, kérlek kövessetek be. Én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!